az ősz. Elmúlnak a szép napok, hamar jönnek a bús. Álmodozó, hűvös éjszakák, rohan az idő, elmúlik az ősz. Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Jöjj el hát, te várjak rád, amíg lehet, veled leszek, és úgy szeretlek én, mint senkit sem ég. Jöjj el hát, soha sem áll. Rohan az idő, elmúlik az ősz. Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább, fut minden volt idő, mikor még nem voltál, s nem éreztem, hogy fájna majd, ha nem volnál. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom végül, miért hagytak el. De téged most már féltelek, szeress úgy, hogy jó legyek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idő, szép napok, új hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, új hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Próbáltam másokkal, máshogyan, ma egyik is
másik is messze van, és véletlen úgy lehet, de téged már féltelek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el, s ha én mennék, ne engedj el. Kedves egykori munkatársaim, barátaim, az ötletgazda Brantné Szalai Veronika és a szervező. Olodiné Márta, Mazányiné Zsuzsa, Pásztorné Marika, Gáspár Erzsike, Mózer János és Mózerné Piroska, Gyenizse László, Pintér Imre, és a magam nevében szeretettel köszöntöm az egykori kiskunasi állami gazdaság dolgozóinak találkozóján egybegyűlteket. Az itt megjelentek úgy gondolom többnyire kedves emlékeket őriznek azokból az időkből, amikor életük része volt ez a gazdaság, ez a közösség. A cég előtörténete a múlt század közepéig nyúlik vissza, de nevét 1962-ben kapta, amikor az akkori állami döntést hozók egyesítették a tajói, a balotaszállási állami gazdaságot, a kiskunhalasi sertéstenyésztő is hízlalóvállalatot, a kiskunhalasi tangazdaságot. Ezt követően 1972-ben történt még jelentős változás, amikor a kiskunhalasi állami gazdaságot összevonták a kunfehértói állami gazdasággal. Ekkortól az állami gazdaság mintegy 2000 dolgozója 10.000 hektár mezőgazdasági területen végezte. A termelő tevékenységét a cégnek területei voltak. Kisszállástól Szankig, Imrehegytől Kömpöcig, Pirtótól Kiskolasig, Kégyorsanács Sortadkertig. Dolgozói éltek előbb, az előbb felsoroltakon túl Jánoshalmán, Harkakötönyben, Császártöltésen, Kiskunmajsán, Jászentlászlón, Zsanán, sőt, több éven át Lengyelországból is jöttek ide dolgozni hozzánk. A fejlődés, gyarabodás, a vertikumok kiépítése időszakának első számú vezetői nincsenek köztünk, de szeretném felidézni emléküket. Bús János és Katona István érdemei vitathatatlanok. A gazdaság aranykora az 1970-es évek második felétől az 1985-86-os ültetvény fagykárgig megrendítő károkozásig tartott, ezt követően különféle átszervezési lépések, pénzügyi manőverek árán lehetett a folyamatos, de szerényebb eredménnyel járó működést fenntartani. A rendszerváltást követően a KGST piacok elvesztése, a kárpótlási törvénnyel a mezőgazdasági területek elvonása, és végül a kötelezően előírt decentralizált privatizáció, aminek során a nagy vállalatokat a lehető legkisebb önálló működésre képes egységekre kellett szétszedni. A cég megszűnéséhez vezetett. Ebben a drámai folyamatban a dolgozók tömegesen vesztették el munkahelyüket, az akkori vezetés a további élethez a lehető legtöbb, de korántsem elégséges segítséget igyekezett nyújtani, például vagyonjegyek ingyenes juttatásával, amelyekkel ültetvényeket, ingatlanokat, ingóságokat lehetett vásárolni, mint egy 160 szolgálati lakás minimális áron történő értékesítésével, a vállalkozások rendezett körülmények közötti megszüntetésének biztosításával, végkielégítésekkel, stb. Próbáltuk rendezni. Nehéz idők voltak. Most itt, az itt egybegyűltek hosszabb, rövidebb időre összefonódott az élete a kiskunhalasi állami gazdasággal, és most találkozni fognak egykori, vagy hát mondjuk ezt úgy gondoltam, hogy délelőtt mondom el, tehát most már találkoznak egykori munkatársaikkal, és felidézik az együtt töltött idők emlékezetes, és az idő múlásának jótékony hatása okán megszépült pillanatait. Az emlékek felidézéséhez, az élmények ismételt átéléséhez itt az alkalom, éljünk az alkalommal.
Én a dolgozók nevében szeretnék egy köszöntő verset mondani nektek. Csorvási Kata vagyok, aki nem ismert fel egy... Hát igen! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyba hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten éveket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!
még nem